köszöntök mindenkit. Ez egy fantasztikus magyar szám, biztos éreztétek, hogy mennyire energikus szám volt. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy így a végén azért nem egyszerű. Értettek? Kapjátok már fel a kezeteket. Érti az, aki ért engem? Értetek engem? A végén is ezt fogjátok mondani? Bízom benne. Ugyanis azért jöttem már hozzátok minden találkozónak, abban a célja a jövő, hogy amit én gondolok, azt megértsétek és átmenjen hozzátok. Nagyon örülök ennek a találkozónak, és köszönöm szépen a meghívást. Én nagyon szeretek olyan emberek között lenni, akik nem átlagosak. És nagyon szeretek olyanoktól tanulni, akik nagyon-nagyon sikeresek, de legalábbis sikerorientáltak. Egy nagyon különleges címet hoztam ma nektek, mégpedig az, ne erőlködj tanulás nélkül. Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy az üzletben ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. De mielőtt még erről beszélnék, azért szeretnék néhány szót magamról szólni. Pedagógusi végzettséggel, ez a 18. évünk a férjemmel, és én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres üzletet építettünk fel és építjük folyamatosan. Két fantasztikus gyermekünk van, Dominik és Benjamin, és amint látjátok a képen is, mi egy nagyon-nagyon sportcsalád vagyunk, sportos család vagyunk. Amit tudnotok kell, hogy nagyon egyszerűen kezdődött a mi történetünk, mondtam, hogy pedagógus voltam, és bent a nevelői szobában behoztak egy, emlékeztek, egy fehér, aranyszegélyű kozmetikai táskát. Emlékeztek rá? És mondta a kolléganő, hogy nézzétek meg, milyen szép, és mennyi sok finomság van benne, és kérdezte tőlem, akarsz ilyen táskát? Akarok. Mondta, hogy akkor beléptél. Hát mondom, akkor beléptem. Ez volt 1993. február 4-én, és mi 5 hónapig semmit nem csináltunk. Csak az Oriflame terméket használtuk, de azt is minimálisan. És akkor elhívtak minket egy találkozóra Szegeden. Nagy kedvünk nem volt elmenni, de már meghívtak, akkor elmegyünk. És ezzel a találkozón sétálgatva odalépett hozzánk egy olyan úriember, nem felejtem el, hogy az öltönyén ki volt téve, hogy direktor. Wow! Elkezdett velünk beszélgetni, és kérdezi, hogy mi járatban vagyunk. Mondtuk, hogy meghívtak bennünket, eljöttünk, és mondta, hogy de egyébként beszéljünk magunkról. Mondtuk, hogy nagyon-nagyon kell a pénz, pedagógusok vagyunk mind a ketten. Mondta, hogy nagyon jó helyen vagyunk, ő ennek a csoportnak a direktora, és menjünk el hozzá. Szerintetek elmentünk rögtön májusban? Mi nagyon elfoglalt emberek voltunk. Végig csináltuk a nyarat, sporttáborok, edzőtáborok, úszásoktatást, és szeptemberben felmentünk ehhez az úriemberhez, akire nagyon hálásak vagyunk, mert ő indított el minket. Nagyon figyelj, most mondok. Mert hiszek abban, hogy ebben az üzletben egy gondolat indítja el az embereket. Felmentünk hozzá, és az a hanyag tartással ült a székben, nem jöttetek. De Laci, azért nem jöttünk eddig, mert úszást oktattunk, gyerektornát tartottunk, táborokat vezettünk. És azt mondta, ha téged komolyan érdekel, hogy pénzt akarsz keresni, akkor te jelentkezel rögtön. Ez a beszélgetés hajnal 1:30-ig tartott. A beszélgetés a szúzás, ez osztozta az ész nekünk. 2 lerogyant kempingbiciklivel elindultunk ezután a beszélgetés után haza. Az volt a járművünk. És végig azt beszéltük a Dimitrijjel, hogy micsoda alak. Hogy nemhogy elismerni, hogy van 2 olyan ember, aki a tanítás mellett még 4-5 dolgot tesz azért, hogy jobban éljen, ehelyett kaptunk a pofánkra. Mire hazaértünk, a ház előtt voltunk már, és azt mondtuk,
Ennek az embernek igaza van. Azt fogjuk csinálni, ő mondott. Csinálj egyet, de azt jól. Szeptembertől 3-4 nap múlva letettünk mindent, és egy dologra koncentráltunk. Csak az Oriflame-re. 3 hónap alatt megcsináltuk a 21%-ot tanítás mellett, és onnantól kezdve semmi más nem láttunk, csak a sikertervet. És láttuk azt, hogy bármi meg tud valósulni, ha tényleg egy dologra összpontosítasz. Ezen az úton minden olyan álmunk megvalósult, amire én vágytam. A főiskolán tudták rólam, mindig arról beszéltem, és mosolyogtak is rajtam. Én gazdag nő akarok lenni. És ezért bármire képes voltam. Én azt akartam, hogy amit álmodok, ne csak egy álom maradjon örökre, hanem az enyém legyen. És elindultunk a sikertervben, és nagyon boldog vagyok. Mert felépítettünk egy házat, egy magánházat, úszómedencéset, amit leírtam a terveimben, és kinevettek az emberek. És ott tegnapi Magnus mondta, a gyermekszületés, egy házépítés nem lehet akadály. 2 gyermeket szültem ez idő alatt, és nagyon szépen neveljük. És ezek a dolgok csak erőt adtak. 2007. decemberre egy csodálatos nap volt. Egy nagy álmunk teljesült. Exekutív direktorok lettünk. Amikor a számítógép kijelezte a 12. árnál 10.000 pontot, a DVD egy hatalmas pezsgőt elővett a kamrából, és pezsgőben úsztunk. És csak egyet tudtunk, hogy ordítottunk, hogy megvan! Megcsináltuk! Fantasztikus érzés volt. Ismertek a sportban a jelet? Ismertek ezt a jelet? Csere. 2 állat le kellett cserélnünk. Most azon dolgozunk. És most én 13. katalógusától ismét visszavesszük ezt a címet, amit én büszkén viselek. Nagyon-nagyon fontos, hogy emellett az idő alatt, amit most megtettünk, nagyon sok mindent tettünk az üzletért. Hatalmas rendezvényeink vannak, és nagyon-nagyon tetszett, hogy mi is ugyanazt megcsináljuk, amit ti, hogy minden évben Oriflame-es hétvégéket tartunk. Ez 3-4 nap, most is június 3-ától lesz Balatonvilágoson, tavaly hegyekbe külf határon túl voltunk, nagyon fontosnak tartom a csapat, a valahova tartozás erősítését. Nagy vezetői találkozóink vannak, egy kozmetikai stúdiót hoztunk létre, ami szerintem egyedülálló teljesen, akik nagyon-nagyon jól dolgoznak, munkatársakat, egy fantasztikus Oriflame-es kozmetikust kényeztetik, hogy erőt kapjanak a további munkához. Honlapot hoztunk létre, ahol 2000 hírlevél olvasónk van, erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy ez tényleg mindennek csak a kezdete. Tele vagyunk energiával, és meg kell mondjam, nekem nagyon-nagyon nehéz 2 évem volt, és most azt érzem a mostani vezetőséggel, hogy ismét azok az érzések vannak bennem, ami nekem fontos az, hogy tovább lépjünk. Ez az üzlet mindazokat az értékeket hordozza, amelyek nekünk a Dimitrijel fontosak. Nekem fontos az elismerés. És köszönöm Karolina a tegnapi estét, és amit mondtam neked, hogy visszaadtad a hitemet. Nekem fontos az, hogy fontos legyek, hogy csapatban dolgozzak, hogy elismerjék, amit teszek. Mert mi a Dimitrijel még korábban versenyszerűen sportoltunk. A sport nekem egy olyan világot alakított ki, ahol ezek az értékek normálisak voltak. Az elismerés, a küzdés, a csapat. És aztán kikerültem a hagyományos alkalmazotti világba, és ezek az értékek eltűntek. És ezért ezt gyorsan elhagytuk. Kis segítséget kérek. Gyorsan elhagytuk, és ez az üzlet,
hordozza azokat az értékeket, amelyek nagyon-nagyon fontosak. És tudjátok, mit látok? Hogy az emberek ki vannak éhezve ezekre az értékekre. És ezt meg is látják ebben az üzletben, és csatlakoznak is hozzánk. Nekünk egy dolgunk van, ezeket az embereket megtartani. Megtartani az Oriflame világában, és azt, hogy itt valósítsák meg az álmaikat, itt építsék fel az üzleti karrierjüket. Én mindig innen beszélek szívből, és ez teljesen az én meglátásom. Én azt gondolom, három dolog hatással van az emberekre, akik ebbe az üzletbe bekerülnek. Az első a cég, a helyi menedzsment, hogy milyen feelinget, milyen hangulatot teremt abban az országban. A második a szponzor. Arra kérek most figyelj, mert egy érdekes dolgot mondok. A szponzor, aki behozza az új munkatársat. Én arra bíztatlak, hogy amikor behozol egy új munkatársat, a legfontosabb, hogy hatást gyakorolj rá, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak. Nyilván azért kapcsolódik, mert szimpatikusak vagyunk, de az én célom az, hogy ezt a hölgyet el tudjam vinni tréningekre. És elárulok valamit, amit én fontosnak tartok. Alakíts ki kettőtök között egy kapcsot, egy közös nevezőt találj. Tudod, mi ez a közös nevező? Közös nevező. Nekem két gyerekem van, két fiam, mondjuk neki is két fia. Én is szeretem a sportot, ő is. Sokkal könnyebben mozgathatók az emberek, ha van közöttünk közös nevező. Tehát nekem az a célom, hogy el tudjam vinni magammal, ami számomra a legfontosabb, a képzésekre, a tréningekre, hogy tanuljam. Hogy miért mondom ezt? Mert szerintem nagyon fontos, hogy egy új munkatársnak, amikor elhozom tréningre, az ő szemével kell, hogy lássunk egy picit. Most mi neve? A képemet? Nagyon fontos. Ugyanis nem tudod, hogy honnan jött. Muszáj egy picikét az ő szemével látni. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az én hálózatomban az emberek 70%-a alkalmazotti viszonyból jön. Alkalmazottak. 15-20 éve ugyanazon a munkahelyen dolgoznak. Hölgyeim, uraim, amikor megkérdezzük, hogy ezek az emberek meséljenek magukról, ők egyet mondanak, az életük egy mókuskerék. 15-20 éve irányítás alatt állnak. Ezek az emberek között nagyon soknak már nincs önálló gondolata. Nem gondolkozik, nem használja az agyát. Ezeket az embereket nagyon könnyen felismered, mert a következő szavak vannak az ő beszédében, amikor beszél. Csak egy néhányat. Túlélés. Csak a mai nap számít. Főnök. Munkahely. Mindig ezek a szavak szerepelnek, amikor beszélgetsz vele. Soroljuk. Hétfő. Sorozatok. Számlák. Hitele. Szerencse. Nagyon fontos. Ez emberünknek az agyában ez van. És mi egy üzletet akarunk neki eladni. De az ő agyában még ennek a következményei vannak. Én úgy hívom, hogy ezek az emberek a modern rabszolgaságnak az emberei. Ez egy modern rabszolgaság. Ezek az emberek emiatt kis hitűvé válnak. Nincs az embereknek önbizalma. Ezek az emberek nem ismerik azt a szót, hogy elismerés.
Nem megy oda hozzájuk a főnök, és azt mondja, köszönöm, köszönöm, amit ma tettél ezért a cégért. Hát mit várhatunk ezektől az emberektől? Mi kellünk, a mi segítségünk kell, a mi vezetőknek a segítsége kell ezeknek az embereknek, hogy bennük újra felépítsük, mert minden emberben ott van. Mert nem láttam még olyan gyereket, akinek nem lenne önbizalma, aki nem elne álmodni. És ne felejtsd el, ez ott van benned. Ezek a képességek ott szúnyannak benned. Én hiszek egy grafikonban. Ebben a grafikonban. Meg is az van mögöttem. Engem ez indított el. Az idő és a pénz grafikonja. Én ezt használom az új munkatársak.